Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk a kerékpársport, mégpedig azért beszélgetünk erről, hagyományos módon mondhatom már, hiszen július 29-én ismét Kincsesbánya ad otthont. Azt hiszem, hogy ennek a fantasztikus rendezvénynek, mert a Bringa Fiesta a nevében is szerepel, egy igazi ünnep. Vendégem pedig Neuber Tamás, a Szingó Fehérvár csapatvezetője. Örülök, hogy itt vagy velünk. Jó estét. Ugye ez ünnep lesz? Minden évben ez egy ünnep, és azt látjuk, hogy minden évben többen vesznek rajta részt. Most éppen ma néztem az előnevezettek listáját, meghaladta a 270 főt, és még van lehetőség helyszíni nevezésre is, és ez csak a versenyzői létszám. Nyilván a csapatok, a kísérők, a szurkolók, azok az még egy tömeg. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ugye Bauer Tibi kollégánknak köszönhetően, aki nagyszerű kerékpáros egyéb iránt, esztendőről esztendőre ott vagyunk Kincsesbányán, Gutt Tamásiban, Fehérvárcsurgón, és azt figyeltem meg én is, hogy egyre jobb a mezőny, legendák tűnnek fel, egyre több a fiatal, ami azt jelenti általában, amit Magyarországon tudunk, hogy népszerű a szabadidős kerékpározás, ezt tudtuk eddig is egyébként, de most már a versenyszerű kerékpársport is talán elfoglalja a méltó helyét. Én azt gondolom, hogy a 4-5 évvel ezelőtt elkezdett utánpótlás munka itt az országban, ez most kezd beérni. Tehát azért tudok mondani jó néhány olyan klubot, Debrecenbe, Győrbe, Kecskeméten, Budapesten, Pécsen, és hát utolsóban Fehérváron, akik 4-5 évvel elkezdtünk újra utánpótlás képzéssel foglalkozni. Nyilván azért, mert hiszünk benne, hogy a gyerekeknek kell a sportolási lehetőség, és hát én magam is hiszek benne, hiszen 20 éve ifjúságvédelemmel, bűnmegőrzéssel foglalkoztam, hogy az a gyerek, aki versenyszerűen sportol bármit, az olyan szociális kompetenciákat sajátít el, olyan közegben van, hogy ő az életre fölkészül ennek kapcsán. Ez a verseny, ez régebbre tehető. A Szingó SE, illetve a Bringa Fehérvár Kft., aki szervezi ezt a rendezvényt, több évtizede megrendezzük, de azt hiszem 5. éve van, hogy utánpótlás kategóriának is hirdetünk versenyt, tehát most már U17 és U19-es kategóriák is indulnak, és ennek nagyon örülünk, hogy egyre népszerűbbek ezek a kategóriák is. Azt látjuk mi is, hogy egyre ügyesebbek a gyerekek, egyre több gyerek van, egyre gyorsulnak, ami azt gondolom, hogy a magyar kerékpársportnak a jó irányban történő elmozdulását jelenti. Egyetértek mindenképpen. Egyébként az eredményekről azért röviden beszélni fogunk, de előtte azért, hogy a nézők is tudják, ugye az ezredforduló előtt 99-ben a Videoton kerékpáros szakosztályának romjain indult meg a munka a Szingóban, és azt hiszem, hogy az elmúlt időszak, ha legalábbis 2016-tól nézzük, és ebben azt hiszem óriási szerepetek van, egyre hangzatosabb, egyre nagyobb sikereket értek el a fiatal versenyzőink. Én azt gondolom, hogy most már azért, ha csak Neubauer Eliza nevét említem, ezt mindenki tudja az országban, aki sportkedvelő, és nem csak feltétlenül kerékpáros sportkedvelő, hiszen Székesfehérvár számára is fontos, hogy egy újabb sportágban országos és nemzetközi sikereket érhet el egy fiatal. Ez a szisztematikus munka eredménye, azt mondom én. Ez biztos, hogy az. Tehát mi tényleg 5 éve kezdtünk el utánpótlással foglalkozni itt újra. Nagyon nehéz egyébként. Ugye ez egy olyan sportág itt Magyarországon, ami kiemelt sportág, de nem tartozik a TAO támogatottsága alá. Nyilván a versenyrendszer is még mindig kialakulóban van. Mi rendszeresen versenyzünk a Szlovák kupában, illetve az Osztrák kupában, ahol most már azért a gyerekek megállják a helyüket. És mi itt Fehérváron azért büszkén elmondhatjuk, hogy aki tőlünk kinőtt versenyző, azok minden gond nélkül tovább tudnak menni felnőtt csapatba. Ugye mi kizárólag utánpótlással foglalkozunk,
tehát U23-as korcsoportnak már keresünk olyan csapatot, ahova el tudnak menni felnőttként versenyezni, akár külföldön, akár itt Magyarországon, de eddig minden ilyen gyerekünk az gond nélkül. Igen. Át tudott igazolni. Ehhez már több kell, mint egészséges életmód jegyében biciklizni, azért valljuk meg, hiszen egy komoly szakmai háttér kell, és nyilvánvaló, hogy a pénzparipa fegyver itt is bejön. Én azt látom és tartom, és erről beszéltünk már, hogy a tehetség és a szorgalom az létezik, a pénzt viszont meglehetősen nehéz összekalapozni, ha úgy tetszik, hiszen ez egy költséges sportág, valljuk meg. Viszonylag költséges sporták, szerencsére azért a szülők nagyon sokat segítenek, illetve elmondhatom, hogy itt a Székesfehérvár önkormányzata, a polgármester úr személyesen nagyon sokat segít, támogat. Tavaly évben az ő támogatásával tudtunk vásárolni egy kis buszt is magunknak, amivel megkönnyítjük az utazásainkat. De nyilván állandóan szükséges a kopó alkatrészeknek a cseréje, illetve hát maga a versenyeztetés, ez egy költséges dolog, mind a nevezési díjak, mind az utazási költségek, edzőtáborok, tehát mindent nem tudunk azért a szülőkre terhelni. Ezt próbáljuk azért pályázati forrásokból megteremteni ezeket a pénzeket, és hát igyekszünk mindig talpon maradni évről évre. No, megérkeztünk Kincses bányára, hiszen ott is fogunk találkozni szingos versenyzőkkel, és a sikeres szingos versenyzőkkel természetesen. Én ámultam-bámultam, amikor ott voltam először, hiszen akkor futottam össze egykori legendákkal, akik még a Videoton színeiben ugye országúti csapatversenyt nyertek. A Picasso-val, Borossal, asztalos voltak, és sajnos nincs köztünk, de ugye a versenyen egy emlékverseny hirdeti, hogy nem felettük őt. Én azt gondolom, hogy fantasztikus hangulata van. Kezdjük először is azzal, hogy nézzük meg Németh Zoltánt, a Bringa Kft. Egyik vezetőjét, aki ezt teljes mellszélességgel támogatta és kitalálta, egy rövid bejátszás 2016-ból. Számunkra a nagy motiváció az előző évek sikere. Valójában minden évben egy picit hozzá szeretnénk tenni ehhez a programhoz. Most az idei évben annyit tettünk hozzá, hogy az utánpótlásnak is adtunk lehetőséget. Itt 11 korosztályra nőtt a versenyzési lehetőség. Ez azt produkálta számunkra, hogy nagyon nagy számú érdeklődés van a versenyünkön. Érezni a hangulatot, szeretnek idejönni a versenyzők, szeretnek ezen a körpályán versenyezni. Ez valójában a terepviszonyokból adódóan mindenkinek olyan kihívás, hogy önmagának, illetve a csapatának szeretne bizonyítani. Nagyon fontos, amit mondtál, de még fontosabb talán, hogy most itt valamennyi generáció képviselteti magát. Tehát kiderül feketén-fehéren, hogy igenis a kerékpársportnak Magyarországon is van jövője. Amikor így döntöttetek, nyilván helyesen döntöttetek, ugyanakkor az én szívem külön örül, hogy Asztalos Sándor neve a Senior Magyar Bajnoksággal együtt nem vészel, hiszen az öregekre, a tapasztaltakra, a rutinosokra nagy szükség van. Így van. Nyilvánvaló, hogy ápoljuk a múltat, építjük a jövőt, ezért is állunk így a versenyrendezésnek. Ez egy olyan verseny már az Asztalos Sándor emlékverseny, aki nagyon-nagyon sok mindent tette ehhez a székesfehérvári kerékpársporthoz. Valójában ő volt az az egyetlen egy olyan ember, aki húzta a csapatot maga után. Valójában az utánpótlás és a felnőtt versenyzőket összerakni, így versenyeztetni, úgy érzem, hogy ez a jövő sportját, a jövő kerékpársportját építi. Megtapasztaltuk már az elmúlt esztendőben is, hogy nagyszerű ez a verseny, ez egy misszió. Merre tovább? Mi mindent kell tenni a hétköznapokon, hogy aztán igazi ünnep lehessen itt a Kincsesbányai pálya körül? Hát valójában példát kell mutatnunk az utánpótlásnak. Minél több gyereket bevonzani ebbe a kerékpársportba. Én úgy érzem, hogy a kerékpározás egy olyan szimbólum lett Magyarországon, egyénenként, családonként, baráti társaságonként, hogy mindenki szereti ezt művelni. Ugye beszéltünk a versenyről,
esztendőről esztendőre egyre többen vannak. Ez gondolom elégedettséggel tölt el. Igen, ez a mi munkánkat fémjelzi. Sok munka áll mögötte, sokat köszönhetek a családomnak, a barátaimnak, akik segítenek ebben, hogy megvalósuljon ez a verseny. Mindig egy picivel többet teszünk hozzá. Nyilvánvaló, hogy a színvonal tükrözi, hogy mennyit dolgozunk. No, én azt hiszem, hogy minden szavát megerősíthetjük Németh Zoltán barátunknak. Ugye öreg fiúk, vidi baráti kör, szingó, rendszer, bringa fiesta. Ugye arról beszélt ő is, amit már megerősítettünk. Tehát akkor most mi jöjjünk el a mába a hétvégébe, tehát 29-e vasárnap, és nézzük meg azt a versenyrendszert, ami bevált, és a hely is bevált. Változott-e a táv, illetve változott-e az a kör, amely a különböző településeket érinti? Nem változott. A kör, tehát a kör az Kincsesbányán van a rajt, onnan a Szerpentinen fölmennek Guttamásig, utána ott a Guttamási templomnál jobbra fordulva legurulnak Fehérvárcsurgóra, és onnan vissza Kincsesbánya. Tehát ez a kör, ez 17 kilométeres körpálya. Azt azért szeretném megjegyezni, hogy elsők között voltunk az országban, akik ezt a ilyen körpályás versenyt rendeztünk, és most már a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség is teljesen ráállt erre a versenyrendszerre, hogy az összes világbajnokságot és nemzetközi bajnokságot körpályán rendezik meg, hiszen sokkal biztonságosabban zárható a pálya, sokkal látványosabb a nézők számára, a közvetítések szempontjából, tehát marketing szempontjából is egy támogatandó dolog. Úgyhogy ezen a pályán nem változtattunk évek óta, és nem is kívánunk változtatni. Hát sajnos az aszfalt minősége az nem túl jó, de hát vannak olyan versenyek nemzetközi szinten is, amik macskakövesek, úgyhogy említhetném itt a Paris-Roubaix versenyt, ami egy világhírű. Ez Bauer Tibi kedvence. Így, örülök neki. Hát lassan mi is elérjük itt, de nem azért viccet félretéve, a közútkezelő is azért a kátyukat ilyenkor kiszokta javítani a verseny idejére, de alapvetően azért a Guttamási Fehérvárcsurgó közötti szakasz az egy igen rázós de varázslatos, Tamás. Tehát én, amikor körbejártunk kamerával, én azt láttam, hogy igenis vannak kint, és nem egyszer látja, mint egy hosszú pályán, hanem a körpályán minimálisan ugye háromszor, mert a legrövidebb táv is 52,5 kilométer, és ez már önmagában vonzó, másrészt pedig megtanulja a versenyző is. Mert ugye a szintkülönbség sem változott, mert ez a következő kérdésem. Nem változott a szintkülönbség, de elég magas szintkülönbségű verseny, tehát itt azért eléggé dominál az erő is a verseny során. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy a rajt után közvetlenül következik egy 6 kilométeres szerpentin megtűzdelt emelkedő, úgyhogy gyorsan megrostálja a mezőnyt azért ez a szintkülönbség. Ez nem változott, nagyon szeretik egyébként a versenyzők ezt a körpályát, nekünk ez a visszacsatolás van. Ez egy alacsony forgalmú út, viszonylag könnyű biztosítani, a Móri Polgárőrség 10 éve jön és segít, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság ugyanígy biztosítja motoros rendőrökkel a mezőnyöket, vannak külön még motoros biztosítók, gépkocsi felvezetők, úgyhogy hál' Isten nem jellemző az, hogy ilyen probléma szokott lenni, nem is szokott lenni semmi ilyesmi, ami biztosítással kapcsolatos probléma. És meg annyi önkéntes, ugye ne feledjük őket, tehát én arra figyeltem fel, hogy kicsik, nagyok, családok, mindenki ott van, hiszen ez bár abszolút profi körülményeket biztosít a szervezőbizottság ehhez, de ez mégis egy olyan családi délután, ami utánozhatatlan. Tehát nekem ez különleges élmény. És itt erősítsük meg, hogy én azt tartom, hogy a kerékpársport nem elsősorban az erőn múlik. Tehát amikor itt a szintkülönbségről beszéltünk, itt ez nagyon is technikás ez a pálya egyik oldalról. Persze, hogy megpróbáltatás, hiszen 166 és mínusz 70 között azért van óriási különbség, ha ezt összeadjuk. Ugyanakkor én azt mondom, hogy ez... Tehát nem lehet úgy definiálni egy kerékpárost, hogy erős vagy kevésbé erős. Persze vannak olyan szakaszok, de ez nem a Tour de France.
Hát meg nem is, a Tour de France-on se az erő dönt. Tehát mindig elmondjuk, hogy az országúti kerékpár az egy nagyon is taktikai és stratégiai játék. Pontosan ezért szeretjük talán jobban, mint a mountain bike-ot, vagy egyéb ilyen sportágat, ahol inkább az erő dominál, meg az egyén dominál. Ez egy komoly csapatsport, és komoly taktikával lehet itt nyerni, főleg azért a felnőtt mezőnyben, a master mezőnyben, ott azért már úgy jönnek a csapatok, hogy csapattaktikával versenyeznek, és velük szemben egy egyéni indulónak azért nehezebb helytállnia. Nos, akkor a szintkülönbségről beszéljünk, jöjjenek a kategóriák. Azt hiszem, hogy ez egy rangos verseny, ennek megfelelően a kategóriák is úgy alakulnak, hogy teljesen egyértelmű, hogy koronként változik, hogy ki mennyit. Először nézzük a szeniorokat, hiszen az öreg fiúkat én imádom. Tehát a Picasso itt lesz vagy sem, egyébként az elmúlt esztendő után eljött hozzánk a stúdióba, és egy csodálatos beszélgetést sikerült megcsinálnunk vele, mert különleges személyiség, és ezek a szenyorok pedig fantasztikusak mindannyian. Ugye van a 40-49, az 50-59 és a 60 éven felüli csapat. Ez és kiegészítenem, hogy már 70 fölötti is 70 lesz az idén. Annyi nevező van, hogy most már 70 fölött is külön kategóriát fogunk indítani. Ugye azért is kiemelendő a szeniorok mezőnye, mert ez a szenior magyar bajnokság. Tehát gyakorlatilag ez nem csak egy verseny az idényben, hanem a 40 fölötti kategóriában itt avatunk magyar bajnokot. Tehát ezekben a kategóriákban, tehát a senior kategóriákban nagyon komolyan készülnek erre a versenyre ezek a versenyzők, mert aki magyar MKS licenszel rendelkezik, és megnyeri ezt a versenyt, az itt el fogja nyerni a Magyarország bajnoka mezt és kupát, úgyhogy mindenképpen ez a kiemelt kategória nálunk a szenior. És ráadásul ugye 87 kilométert mennek ők, mert azt hiszem, hogy ez már csettintek rá, hogy igen. Tehát fizikailag és minőségben is egy nagyszerű verseny. Hiszen a 40 éves férfi ember még nem öreg, mondom én. Hát remélem, mondhatjuk ezt. Úgy gondoljuk, hogy azért egy magyar bajnoki cím megszerzése az legyen méltó viadal, és legyen közel 100 kilométer, és ekkora szint különbség kell bele, hogy valóban eldönthessük azt, hogy ki érdemes erre a címre. Tehát ezért vannak ezek a viszonylag magas körszámok, de én azt gondolom, hogy nem egy teljesíthetetlen pálya ez, és nagyon jó versenyzést szoktunk látni. Asztalos Sándor emlékverseny az 50-59-es korosztálynak. Ugye Asztalos Sándorról beszéltünk, hogy ő egy legenda Székesfehérváron. Igen, hát Asztalos Sándor ugye régen a Videótonban kerékpározott velünk, és sok magyar bajnoki címet szerzett, illetve külföldi versenyeken is nagyon eredményesen kerékpározott, ugye a magyar kerékpársportban egy legenda, nem csak Székesfehérváron. Sajnos egy edzés során vesztette életét, és úgy gondoltuk, hogy ez a verseny, ez talán méltó arra, hogy megemlékezzünk róla minden évben. Talán biztosíthattuk ezzel, hogy ne feledjük. Egyébként mi a szingó csapat minden évben meglátogatja ott a kopjafáját a baleset helyszínén is, De ezen a versenyen is ezt a kategóriát, ezt róla neveztük el, és maga a versenyen is megemlékezünk róla. Autorkupa a következő versenyszám. Azt hiszem, hogy itt már a profik is labdába rúghatnak. Az autorkupa, ugye ő az a fiatalabbaknak a mezőnye, ez a legkeményebb mezőny, igazából a leggyorsabb mezőny, a legtöbben indulnak rajta, és ugye 6 kört teljesítenek a pályán. Itt látható a komoly csapatmunka, itt látható a profi kerékpározásból néhány jelenet. Ez talán a leglátványosabb mezőny a versenyen.
méltatlanul kevés szó esik a hölgyekről, pedig ugye a beszélgetést keretbe zárva ebben az értelemben legalábbis, nagyon is jól tudjuk, hogy a szingóban is nagyon fontos szerepet játszanak, mondhatni, hogy kiemelt szerepet, hiszen rendkívül eredményesek, és esztendőről esztendőre dobogóra léphetnek ráadásul Kincsesbányán. Azt hiszem, hogy ez egy különleges pillanat. Változott-e a kiírás abban az értelemben, hogy korosztályunkra lehet-e bontani a hölgyeket? A hölgyek külön fognak indulni, tehát annyi hölgy jelentkező van már, hogy minden további nélkül külön mezőnyt kell nekik indítani, korosztályban pedig U19-től fölfele vannak a korosztályok, szintén itt is a szeniorig mennek, külön vannak ott is bontva, és a hölgyek között is magyar bajnokot fogunk avatni, ugyanúgy, mint a férfiaknál. A hölgyek három kört fognak kerékpározni. Komoly csaták vannak azért abban a mezőnyben. Igen, emlékszem rá. Némi malíciával kérdezem, a szövetség tartja magát, hogy komoly erkölcsi támogatást nyújt a verseny megrendezéséhez? Tartja magát hozzá, igen. Én azt gondolom, hogy a támogatottságukat élvezzük. No, kedves Tamás, köszönöm szépen. Aki eddig még nem járt Kincsesbányán, azt arra buzdítom, hogy igenis tegye ezt meg kerékpárral. Hála Istennek, ugye ma már nem mondják, hogy a kerékpárosnak nincs ki mind a négy kereke, sőt megvan bizony mind a négy kereke, sőt még kettővel több is van neki. Hála Isten, még egyszer mondom ezt, mert én azt gondolom, hogy ez egy igazi nagyszerű sport. Én bízom abban, hogy ebben az esztendőben is remek idő és nagyszerű pálya várja a versenyzőket és az odalátogatókat. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Mi köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. A beszélgetésünk témája Neubauer Tamással, a Szingó Fehérvár csapatvezetőjével a július 29-én megrendezésre kerülő Bringa Fiesta volt. Aki teheti, látogasson el Kincsesbányára, Gut Tamásiba, vagy éppenséggel Fehérvár csurgóra, higgyék el, megéri. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!